kedves tanulók, nézők, szülők, apuka, anyuka, nagymama. A tanulóknak nagyon nagy hiba, hogy állandóan benyomott kuplunggal akarnak kanyarodni. Így kezdődik a hiba sorozat, és ez nagyon sok tanulónál azért van, mert a szülők is benyomott kuplunggal kanyarodnak. Van Debrecenben vagy 3-4 kanyar, ahol be kell nyomni, mert tényleg olyan a szituáció, olyan az útminőség, hogy egyest még nem tudunk tenni, de a kettesnek sok. Ebből van Debrecenben vagy 2-3-4 kanyar, ami ez egy szükséges, rossz, de egyébként benyomott kuplunggal nem lehet kanyarodni, mert az sikertelen vizsga lesz, mert elvesztjük a kocsi felett az uralmat, nincsen, nem tudjuk az autót kontroll alatt tartani. Úgy csinálják a tanulók először, hogy mindig benyomott kuplunggal kanyarodnak, elfelejtenek visszaváltani, mindig késve váltanak vissza, és akkor ezzel szenvedünk, ezért kell plótórákat venni, mert nem érti. Utána eljön az a pillanat, amikor meg már olyan hamar visszavált kettesbe például, mint ide a keresztül, és akkor szenvedve kettessel, vagy ordítatva a motort, valahogy följutunk a kereszteződésig, és befordulunk. A két véglet közt tingli-tanglizunk, mire kifinomulnak ezek a dolgok. Egy kanyar, vagy egy körforgalomba való behajtás alapjában éve ugyanaz a megoldás lesz, és hát az a baj, hogy képzeljétek el, baj nem baj, a lányok talán hamarabb elsajátítják ezeket a dolgokat, persze azokból is az ügyesebb, aki akarja a jogosítványt. A szó szerint nem túlságosan gyorsan fogok menni, hogy tudjam magyarázni, mert ezt lehet utána csinálja még gyorsabban is, csak hogy értsük meg, mi az, hogy 10 méter, mi az, hogy 5 méter, mert körülbelül úgy kell lelassítani egy kocsit, hogy a kanyar bejárati íve előtt vagy 10-15 méterrel érjük el a 30-at. Ott tesszük a kettest, és elengedjük a kuplungot, hogy az utolsó 5-10 métert már elengedett kuplunggal tegyük meg, és úgy befordulunk. A másik probléma, hogy mindig fogdossák csak az irányjelzőt, és nem teszik ki. Oda teszi az ujját, simogatja, cumizgatja, de nem teszik ki. És ebből lesz a tanuló típusból az, aki egyáltalán nem fogja kitenni, szabálytalankodok össze-vissza. Az ügyesek azok tudják, hogy meg van határozva körülbelül méterre lakott területen belül, lakott területen kívül, illetve autópályán milyen távolságra kell szükséges kitenni az irányjelzőt, de úgy, hogy az ne legyen megtévesztő. Érthető? Na most sebesség irányjelző, kézifék, elindulok, irányjelzőt visszaveszem, mert megmozdul, és már gyorsítok is. Nem ez, hanem a következőnél fogok befordulni. Megyek így, most 45, lassítok, lelassítom a kocsit 30-ra, körülbelül itt teszem a kettest, és elengedem a kuplungot, értem? És már semmilyen pedált nem nyomok, innen a kanyar közepétől lehet nyomni a gázt, értem? Innen már az autó magát kifele húzza. Nem olyan nehéz dolog, de ezt nem értem, hogyha az ember sokszor elmondja magába, akkor ennek sikerülnie kell. És minél jobban tanul a tanuló, nem pedig a telefon nyomkodja otthon, hanem ezzel foglalkozik, sokkal hamarabb leszünk a vizsgához. Itt pedig így jön, szépen kiengedik, és amit a tanulók, amit rendszeresen elcsesznek, figyeljetek, most nincs mögöttünk senki, megmutatom nektek. Ha jobbra kell menni, a tanuló mindig így csinálja, hogy jobbra kell menni. Így, innen akar jobbra menni. Innen, érted? Innen. Nem követjük a szegélyt. Ez baj. Mutatom, ha balra kell menni. Ha a tanulónak az a feladata, hogy balra menjen, akkor mit csinál? Kiteszi a bal irányjelzőt, azt elhozza a kocsit ide. Mindig ezt csinálják. Pont fordítva. És ez nagyon sok idő őket kigyógyítani belőle, értem? Nagyon sok idő. Hogy mindig ellenkezőleg mozdítják a kocsit. Hát ha balra megyünk,
akkor csak simán, egyenesen, nem kell sem erre mozdítani a kormányt. Jöjjünk fel. Jöjjünk fel a kilátás vonaláig. De ha jobbra megyünk, akkor pedig követni kell a szegélyt, egy fél méterre a szegély mellett elfordítani a kocsit, hogy még egy robogós, meg egy biciklis se tudjon mellénk jönni. Na jövök, én most jobbra megyek, és követem a szegélyt, követem a szegélyt. Közben tájékozódok, nézelődök, ha nincs semmi, akkor már jön a kuplunk, és gyorsítok. Itt megyünk is. Na nézzük, még egy befordulás, hogy értsük meg, hogy miről beszélek. Még fel is teszem negyedikbe is, csak hogy legyen benne egy kis trükk. Teszem a jobb irányjelzőt, kuplunk, fék, lefékezem 30-ra, teszem a kettest, és itt már elengedem a kuplungot. El van engedve minden, és fordulunk befele. És nem itt engedjük vissza a kuplungot, kedves tanulók, a kanyar után, és olyan lendületet vesz a kocsi, hogy nem bírunk befordulni úgy, hogy ne csúszom meg a kocsi. Értem? Meg átsodródunk a másik oldalra, ha kell az a jogosítvány, mert ha ez nem megy, meg nem fejbe nincs meg, akkor ezért kell sok pénzt fizetni azoknak a tanulóknak, akit nem érdekel ez a vezetés tudománya. Itt nincs topvonal, magyarul ki fogom engedni a kilátás vonaláig, és fordítom is az autót, mivel jobbra megyek, szétnézek, minimum 2 másodpercig állunk, már megyek is. És most megmutatom nektek, hogy amikor a tanuló kanyarodik befele, és lenyomott kuplunggal teszi mindezt, sőt, vissza se vált, hogy milyen érzés az. Értem? Itt jövünk, most 45-tel. Fogja a tanuló, kitesz az irányjelzőt, lenyomja a kuplungot, nem is fékez. Nézd. És így jövünk be. És akkor olyan sírás, rívás van, amikor megbukik, és akkor megkérdezi a vizsgálat, maga nem tanulta azt, hogy mérsékelni kell a sebességet, meg biztonságosan kanyarodunk, tükörholteret nézünk, stb. Nem. És akkor még hazudik, hogy nem. Ez a legnagyobb baj. Ez a legnagyobb baj, hogy ezeket ugyebár el kell sajátítani. Meg kell csinálni, és annál hamarabb lesz nekünk jogosítvány. Nem a kifogásokat kell keresni, hanem a megoldásokat. Na, köszönöm szépen!